Well, there was really strong moments in the game, both on offense and on defense, but to beat that kind of team, you have to be more solid and more strong whole 60 minutes. Hát elsősorban, ami jól működött, az végre a védekező harmadunk, a kijövetelek, viszont amit hiányosságnak érzek, az a helyzet kihasználásunk. Azt mindenképpen feljebb kell tennünk, és hogyha ez megvan, akkor jönni fognak a továbbra is a meccsek. Well, we need to support the guy with the puck more. So starting from D zone, when we touch the puck first time, we need supports closer, more talk on ice. Then we are playing all the time with five guys, so we end up in the situations where we have three or four guys against three or two guys. At the moment, we have to play, especially in the neutral zone, two open, one against two, two against three situations, and of course those are easier for the opponent to defend. Same thing scoring, it's not enough just to throw the puck to the net and wish for the best. We need two or three guys working hard net front. Igen, hát a társaknak mindenképpen közelebb kell menni hozzá, hogy jobb opciókat tudjunk adni, hogy ne egyedül legyen mondjuk két-három ember ellen, hanem legyünk közel hozzá, és passz lehetőséget tudjunk neki adni. Hát nekik jó a letámadásuk, nagyon jó a helyzet kihasználásuk, ami látszik. Nekünk mindenképpen arra kell figyelni, hogy ne adjunk nekik olyan lehetőségeket, amiből meg tudnak minket verni. Mi meg sokkal jobban kell rajtuk legyünk, erősebben kell letámadnunk, sokkal többet kell koriznunk, és mindenképpen nagyon sokat kell lőnünk. It's a really strong team with the puck, especially in offensive zone, in straight rushes and long cycles. They can play those. We have to be humble, hardworking enough in defense, and then have to be ready when we get our chances to produce something.